Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket! A mai videómban arra a kérdésre fogok nektek válaszolni, amit a héten feltettem nektek, ami így szólt, hogy mit gondolsz, vajon miért mondom, mert teljesen egyértelműnek tűnő áldozat-tettes helyzetnél, hogy a megfigyelő a tettes. A karma törvényét és dinamikáját mindenképp szükséges ismerni ahhoz, hogy a karmakörökből kijussunk, és az ismétlődő helyzetek ne térjenek vissza hozzánk. Ehhez kaptuk az első lapkombinációt is, ami azt mutatja, ugye, hogy szakértővé kell válnunk az adott témában, tehát a tudatosságunkon, a tudatszint emeléssel mindenképpen haladnunk kell az úton előre, és ugyanúgy, mint ahogy egy kép előtt itt áll egy alak, ugyanúgy nekünk is tárgyilagosan kell nézni ahhoz az eseményeket és történeteket, hogy megértsük, hogy hogyan is tudunk kijutni egy bizonyos karmakörből. A karma törvénye és dinamikája szerint minden, ami megérkezik hozzánk negatív eseményként az életünkben, az már egy korábbi történésnek a következménye. És nekünk van most itt lehetőségünk arra, hogy teljes felelősséget vállaljunk. Tehát, hogyha én egy helyzetben áldozatként élem meg magam, akkor ez feltételezheti azt, hogy valamikor valaki, én egy előző életemben, vagy egy ősöm, az ugyanezt már megcselekedte, és most negatív eseményként visszatér hozzám. Ez átlagos tudatszinten lehet, hogy első körben nagyon nehéz megérteni, hiszen én magam is emlékszem, hogy amikor elkezdtem a karma joga törvényei szerint élni, és a karma joga 11 lépését betartva élni, ez nagyon nehezen ment, hiszen az ego, a támadó gondolatok, a megszokások arra ösztönöznek bennünket, hogy kívül keressük a hibást. Na most ez a fajta minőség, ez a fajta tudatszint emelés arra ösztönöz, hogy mindenért felelősséget vállaljunk, és az elménket megerősítve, a tudatunkat megerősítve egyre szakértőbbé váljunk a témában, és megtaláljuk a kivezető utat a karmakörökből. Hogyha én bennem nincs szétválasztottság érzés, én egységben élek önmagammal és mindenki mással, akkor nem fogok nehézséget tapasztalni az életemben. De hogyha még vannak ledolgozatlan karmáim, akár a családi vonalon, vagy a saját életemből, akkor azok még vissza fognak térni hozzám, és le kell, hogy dolgozzam őket. Na most, hogyha átlag tudatszinten maradunk, akkor ahogy tapasztaljuk is, ezek a nehézségek folyamatosan gyűlni fognak, nem csak a saját életvonalunkon, hanem a családi mintázatban is egyre nehezebb, a következő generációknak egyre nehezebb, hiszen egyre több a nehéz érzés, egyre több a nehéz gondolat, hogyha nem foglalkozunk ezeknek a gyökerével, és nem oldjuk föl azokat a blokkokat, amik mögötte vannak. Viszont, hogyha elindulunk ezen a magas tudatosság útján, és teljes felelősséget vállalunk, akkor a helyzeteket szakértőként és tárgyilagosan nézzük, a nehéz érzéseinket elengedjük. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy belemegyünk a nehéz érzésbe, átéljük őket, kiengedjük a testünkben lévő negatív blokkokat, és így haladunk tovább. Ehhez kaptuk még az elfogadás lapját is, ami ugye annyit jelent, hogy elfogadjuk a helyzetet, elfogadjuk azt, ami történik, és hálával, a hála rezgésével vagyunk jelen a helyzetben, és azt tudjuk mondani a megbocsátás kérés által, hogy köszönöm, hogy megtapasztalhattam ezt a helyzetet, hiszen ez is arra ösztönöz engem, hogy a bennem lévő nehéz érzésekhez kapcsolódjak, és elengedjem őket, és arra törekedjek, hogy még magasabb rezgéssel, még minőségibb életet tudjak élni. Minél több nehéz érzést elengedsz a testedből, minél több karmát feloldasz, annál magasabb lesz a rezgésed, és annál több hálát tudsz majd érezni, ami újabb és újabb pozitív gondolatokat és külső körülményeket fog teremteni az életedben.
Nos, tehát ezért mondom azt, hogy mindig, minden körülmények között a megfigyelő megfigyelő a tettes. Vagyis a megfigyelőben kell keresni a problémának a gyökerét. Ezt karmikus forrásemléktisztítással nagyon-nagyon egyszerűen meg lehet keresni, ezért szívből ajánlom mindenkinek a karmikus forrásemléktisztítást, amit szeptember 23-án, 24-én és 25-én megismerhettek egy workshop keretein belül. Az eseményeim között megtaláltok róla minden információt. Hogyha jelentkeztek augusztus 15-ig, akkor jelentős kedvezményt vehettek igénybe. Azoknak ajánlom ezt a fajta technikát, ezt a fajta életminőséget, akik gyökeres változást szeretnének, akik szeretnék megújítani a családi mintázatukat, és elindulni egy olyan úton, amivel áldásként és szeretetteljes minőségként tudják megtapasztalni az életet. Ez a fajta tudatosság, ez egy nagyon emelkedett minőséget fog hozni az életedben, és elindulsz egy olyan úton, ami az átlagostól teljesen eltérő tudatszintet jelent, öröm és csodák fognak megjelenni az életedben. Szeretettel várlak benneteket erre a workshopra, és ha kérdésetek van, akkor e-mailben fel tudjátok tenni ezekkel kapcsolatban. Minden jót kívánok nektek, és jó munkát! Találkozzunk egy következő videóban. Sziasztok!